Sziasztok! Már csak egy pár nap van a kontrollig, és gondoltam, hogy elmondok még néhány tapasztalatot a műtét utáni napokkal kapcsolatban, hát ha hasznát veszitek majd ti is a felkészüléskor, illetve esetleg tudjátok, hogy mi az, ami másokkal is előfordul, nem csak veletek, ergo valószínűleg ez teljesen természetes állapot. Kezdjük azzal, hogy nem tudom, hogy ez mennyire általános, mennyire mindennapi dolog másoknál, de nekem tényleg semmi fájdalmam nincs a hasplasztika után. Én gyanítom, hogy azért másoknak előfordulhat, hogy fáj. Fájhat egyrészt ugye lent a hosszú varrat, ami csípő csonttól csípő csontig tart, illetve fájhat középen a hasizmok összevarrása. Nekem egyik sem fáj. Ellenben picit már viszket. És mivel le van fűzővel szorítva, hát így néha kellemetlen az érzés. Be kell valljam őszintén, hogy ilyenkor előfordul, hogy benyúlok, és a fűző alá benyúlok, de ott még van egy réteg géz. Meg is próbálom esetleg itt egy kicsit megmutatni. Tehát egy ilyen géz van végig a fűzőm alatt, tehát a bőröm és a fűző között. És csak oda nyúlok be, semmiképpen nem a bőrhöz, nem a raktapaszhoz, mert ugye alatta még raktapasz is van, hanem itt ezen a gézen kívülről egy picit úgy simogatom, nem is annyira vakargatom, mert nem merek erőt kifejteni, hanem csak úgy megsimogatom, hogy egy másféle fizikai ingert okozok a bőrömnek, és akkor általában az meg is szünteti ezt a viszkető érzést, ami olyankor nagy megkönnyebbülés, mert hogy ez a viszketés, ez zavar. Zavaró tud lenni, illetve egyetlen egy helyen a fűzőnek a sarka, a kemény sarka kikezdte az oldalamat, és ott egy nagyon kis pici nedvesség folt megjelent a bőrömön, tehát ott egy picit kihorzsolódott, kidörzsölődött, de meglepő módon ez sem fáj, úgyhogy ezzel is szerencsém van. Tehát nekem fájdalmam nincs, én mindent csinálok itthon, amit egyébként is csinálni szoktam, tehát ugyanúgy készítem magamnak a kaját, jövök, megyek, apróbb háztartási dolgokat megcsinálok, bepakolok a mosogatógépbe, mondjuk kipakolni nem, azt megcsinálta helyettem a férjem, de macskát etetek, szóval élem az életem, és tényleg használom a lábam minél inkább, mert ez volt a kérés, hogy minél inkább használjuk a lábunkat. Ez nem azt jelenti, hogy ki kell menni az utcára, hanem hogy a lakásban ne fekve töltsük el az időt. Ami viszont kellemetlenséget tud okozni, az a köhögés. Én egyszer köhögtem volna, mert hogy úgy éreztem, hogy a torkomon megakadt valami kis morzsa, ilyesmi, és jött az önkéntelenül is a köhögési reflex. Az első köhintés megtörtént, majd utána inkább könnyes szemmel visszafojtottam a köhögési ingeremet, és ittam, és ittam, és ittam, és próbáltam lazulni, mert hogy az nagyon rossz volt. Tehát tudok hasprést alkalmazni a WC-n például, de a köhögés, annak a hirtelen mellkas összenyomó hatása, na az rohadt szar volt. Úgyhogy ebből kiindulva a tüsszentés is pont ugyanilyen lehet. Megúsztam, eddig pedig allergiás vagyok, de szedem az antihisztamint ezért is, meg egyébként is szedtem volna, mert hogy parlagfűszezon végén vagyunk, úgyhogy azt megúsztam. A nevetéssel is pont ugyanígy vagyok, a lányom megnevettetett, úgyhogy egyetlen egy jóízű kacajra futotta, majd aztán azonnal abba hagytam a dolgot, és kijelentettem, hogy a következő napokban nem fogok nevetni, nem fogok vígjátékot nézni, Vivien Fable könyvet olvasni, és semmi ilyesmit, mert ez nem tesz jót jelenleg a hasizmaimnak. Amit még minden nap csinálok, legalább kétszer, az a hőmérőzés. Nem szóltak ugyan, hogy kellene, de ezt minden műtét után csinálom, mert hogy nagyon jól tudom, közben lett egy másám, tessék, mert hogy nagyon jól tudom, ja, és az előbb úgyis, vagyis hát nem, de valamikor ebbe a videóba belevágom, hogy macskákkal most így mi a helyzet műtét után. Megoldást kellett találnom a macska helyzetre is, ugyanis a cicáink folyton felugrálnak a térdemre, csak ugye most cső,
lóg ki belőlem, ezért kénytelen voltam egy pokrócot teríteni a térdemre. Lassan kezdik megtanulni, hogy akkor ugorhatnak föl, ha a piros pokróc rajtam van. Ugyanis attól féltem, hogy az ugrásnál ugye mégiscsak éles karmincájuk van, nehogy véletlenül átlyukasszák a csövet, mert akkor óriási probléma lenne. Úgyhogy most ilyen pokrócos dival tudnak cicák pihenni az én ölemben. Szóval, én minden műtét után mérem a hőmérsékletet, mert a láz az egyik legjobb jelzője annak, ha valahol valami baj van. Tehát, ha valahol gyulladás alakul ki, úgyhogy naponta kétszer mérem a hőmérsékletemet, eddig még mindig 37 fok alatt voltam, úgyhogy normális volt. Visszatérve egy kicsit az ilyen hasi jellegű dolgokra, mozgásra, nyújtózkodni is próbáltam egyszer félálomban ébredéskor, azt is a másodperc tört része alatt hagytam abba, de utána rájöttem, hogy azért így tudok nyújtózkodni. Tehát azóta inkább így nyújtózkodom meg. És még ez is megy, hogy csak így válból nyújtózkodom hátra. Tehát a hasizmat nem húzom meg fölfelé, nem feszítem meg fölfelé. Akkor minden rendben van, akkor nem zavaró. És az utolsó dolog, ami eszembe jutott, az ugye a hurcolászom a palackokat a cuki kis táskácskába, amit már mutattam nektek, a kreatívan kivágott nadrágom technikájával, és hogy ugye figyelni kell a benne lévő folyadék mennyiségét, úgyhogy én minden délben készítek egy fotót róla, és akkor így tudom dokumentálni, hogy mennyi folyadék gyűlt le a sebből. Kevés egyébként, hál' Istennek, tehát nagyon úgy látszik, hogy szépen alakulnak benne a dolgok. És nagyon várom már magát a kontrollt, amikor egyrészt én is megláthatom, hogy milyen lett a hasam, hol van a vágás, meg a köldököm az új helyén milyen, meg hogy ugye nekem hegek voltak a hasamon, amik sajnos mind megmaradtak, mert mind köldök fölött voltak, de hogy azok most hova csúsztak le. Szóval nagyon kíváncsi vagyok már a kontrollra, hogy láthassam az eredményt, és azt is tudom, hogy amit most fogok látni, az még nem a végleges eredmény, mert hogy még érzem, hogy föl vagyok puffadva. Illetve ugye duzzadtak is ilyenkor még a szövetek, mindig minden operációnál, amikor vágás van bárhol, akkor a szövetek duzzadnak, megduzzadnak. Ez egy természetes reakció, és itt óriási vágás volt, ugye bent egy óriási varrásom van, kívül egy óriási vágásom van, tehát amit látni fogok a kontrollon, az valószínűleg egy csúnyább kép annál, mint ami majd később lesz. De akkor is kíváncsi vagyok rá, hogy milyen az, hogyha nem lifegott a kötényhasam, hanem laposabb. Ha van bármilyen kérdésetek, amit úgy gondoltok, hogy jó lenne, hogyha feltennék a plasztikai sebésznek, akkor írjátok meg nyugodtan itt a videó alatt, vagy a Facebookon, és igyekszem megkérdezni a doktor urat.